Geri kérte, hogy ne beszéljünk erről, de mi egy őszinte műsor vagyunk, mi mindenről beszélünk, a legfontosabb kommentek kapcsán. Mi volt ez a Fink 303-nál? Uram, atyám és a többiek. Oké, okay, hogy a nézők, és nem folytatom tovább a kommentet, megmutatjuk, hogy mi volt ez? Nagyon jó. Ez a műbőr, eredeti műbőr fotel. Néha ilyen hangot ad, főleg, hogyha kicsit leizzadunk és hozzásimulunk, de nem ez volt szerintem. Hát és a... Dávid feleségének bablevese, de ez mindegy, ez már zárva. És miért ketten mondanod? Na mindegy, szóval András, az utóbbi időben láthatóan nem szed minden gyógyszert, sajnos ma sem vettem be, ezt előre is jelzem, úgyhogy így haragudjatok. De egyébként, bocsánat, de találkoztam az orvosoddal pont emiatt, úgyhogy hadd adjam át Pónác András Gedeon részére, találtak valamit. Szedje a gyógyszert, uram! Igen, ez hivatalosan így van. Hát köszönöm szépen dr. Koppánynak, viszont mielőtt elkezdjük az adást, azért gyorsan fussunk át a neveken, mert az lesz a következő, valamelyik neve, valakinek a nevét Dávid, rosszul mondom. Geri. Tényleg? Rendben? Igen, igen. Menni fog. Innentől több komolyságot kérek tőletek, ez itt az Esélylesők Európa című műsor, és hát szerintem nagyon várjuk a Bajnokok Ligája mérkőzéseket is, de mivel magyarok vagyunk, ezért nagyon várjuk ezt a drága Konferencia Liga fellépését is a Ferencvárosnak. Bár pont a kisfiam morgolódott, hogy miért a Konferencia Ligában van a Fradi, ezt most nem meséljük el, ezt a hosszú és szomorú történetet, szerintem ő is pontosan tudja, ez csak ilyen költői kérdés volt, de ha már ott van, akkor legalább vezeti a csoportját, és szerintem ez is hatalmas szó, főleg az, hogy a Fiorentina mérkőzésen mennyire jól néztünk ki olyan 65 percig. Nagyjából igen, sőt, határozottan az egyik legjobb időszaka volt szerintem a Stankovics féle Ferencvárosnak. Az, hogy 65 perc után elfáradt a Fradi, az nyilván várható volt azért, hogy nem fogja tudni fenntartani ezt a szintet, és ott azért nagyon-nagyon meleg volt azért a Ferencváros kapuja környékén nagyon sokszor a szituáció. Tudom, hogy egy 2-0-es vezetés, vagy egy 2-2-es döntetlen fájó lehet, de így, hogy eltelt már egy kis idő. Szerintem így most már mindenki tudja értékelni, na ez egy nagyon-nagyon jó eredmény a Fiorentina ellen. Egyébként Dávidhoz hasonlóan Deán Stankovics is így látta, ő azt mondta, hogy nem elvesztett két pont, hanem a Fiorentina hosszabbításban egyenlített, sokkal inkább megszerzett egy pont. Tehát ő is így értékelte ezt a döntetlent, és hát igazából látja már most a fejlődést, a szervezettséget és az akaratot, de szerinte lesz ez még jobb is, mondta Diózsör meccs után, lesz ez még jobb is? Szerintem lehet, bár nem kell azért panaszkodni, hogy ezt a nagyon erőltetett menetet az elmúlt 3-4 hétben hogyan menedzselték végig az egész edzői stábbal, és azért lehetett látni ott a hangulatot a tegnapi Diózsgyőr elleni rangadón is, hogy mennyire komolyan veszik, tehát nekik nem tűnik úgy, hogy sétagalop ez a magyar bajnokság, bármennyire is ezt mondatnák az erőviszonyok. Én azt hiszem, hogy ez egy teljesen vállalható eredmény, és összességében vállalható és biztató produkció, amit Firenzében mutatott a Ferencváros. Az, hogy egy topliga felsőházi, majdnem szerintem ilyen top csapat határán lévő együttes ellen tulajdonképpen egy órán keresztül előnyben voltak és domináltak, az, hogy a végén elfáradtak és föléjük kerekedett a Fiorentina. Na ez miért van, mert nem csak a Fiorentina tudja ezt megcsinálni, mert a magyar bajnokságban is volt már 2-0-2-2, sőt ugye most, ha valaki nézte a Diózsgyőr elleni mérkőzést, itt is a Dibusznak hálálkodott Stankovics, nem véletlenül, hiszen ebből is majdnem 2-2 lett. Ezért nem feltétlenül hasonlítanám össze a nemzetközi kupaparandot az NB1-jel, és itt nyilvánvalóan az, hogyha ezt a színvonalat kell teljesítened, akkor nem csak lábban fáradsz el, hanem fejben és a fókuszban. Plusz akkor ott a Fiorentina meccs végén már tényleg beállt a Fiorentina legjobb játékosainak a döntő többsége. Hát is nagyon nagy nyomás volt a Fradi kapuja előtt. Ez ilyenkor egyértelmű, hogy ezt nem lehet kibírni. Az már szerencse volt igazából, már az is tulajdonképpen, hogy egy pont lett ebből és nem vereség. Arról beszéltünk itt az erőltetett menet kapcsán, hogy mennyi fog rotálni Stankovics, és ahhoz képest, hogy mennyire indokolnák ezt a mérkőzés számok, meg az, hogy 3 naponta játszanak komoly tétmeccseket, azért nem nyúl bele Stankovics. Erről most Szaka kapcsán is beszélünk. Igen. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy szélsővédő fronton a 2 hatos szintén fix,
a támadó sorban is nagyjából megvannak az emberek, akikkel játszani akar, és a 9-es pozícióban, és ugye ennek Varga Barnabás most mutatja jeleit ennek a fáradásnak, és hogy talán picit több terhelést kapott a keleténél. Konkrétan ugye a lovagló izmát fájlalva jött le a pályáról, a helyére érkező Pešić gólt is szerzett, és akkor itt maradjunk is ennél a témánál, hogy ez az örök dilemma volt még mielőtt ugye Stankovic elkezdte volna munkát a Ferencvárosnál, hogy ki mellett teszi le a voksot. Ti is mondtátok, a pirosfér-zöldben Ivánék is mondták, hogy nyilván a formája miatt most Varga Barnabás, viszont akkor lehet, hogy eljött a Pešić ideje, hogy kicsit befárad most a Barna? Hát nyilván egy lovaglóizom sérülés azért ez egy pár hét, tehát valószínűleg a Henkelin mérkőzésen nem fog kezdeni, sőt, de valószínűleg játszani se fog, és keretben sem lesz. Itt a Pešićnek a lehetősége. Most ez a Fradi szempontjából szerintünk Varga Barnabás egy kicsit jobb formában van, meg egy kicsit jobban alkalmazható egyébként, nem csak a 16-oson belül. Pešić azért a boxon belül nagyon jó, azon kívül kevésbé látszanak azok az erények, ami Varga Barnabás szempontjából láthatóak. Ezért olyan nagyon nagy kvalitásbeli különbség azért nincs a két játékos között. Varga Barna szenzációs formában volt, mindent berúgott, mindenbe felé pattan neki, most Pešićben kell bízniuk. Pešić egy gólszerző, tehát tulajdonképpen ez a profil legprofánabb leírása. Az, hogy esetleg, ha kontrákra rendezkedik be a Fradi a Henk ellen, már pedig meg lehet őket kontrázni, akkor ahhoz a játékhoz talán Varga Barna egyrészt a labda megtartásban, azok lekészítésében talán jobb. Pešić inkább a beállt védelmek ellen használható a 16-oson belül szerintem jobban. Ettől függetlenül azért láttuk, hogy nemzetközi meccsen is tud gólt szerezni, és az elmúlt évek és a gólszámok is azt bizonyítják, hogy egy használható karakter, tehát benne van a gól abszolút. Egyébként főleg a Ferencvárosnál szerintem megfigyelhető, hogy mivel nagyon jó játékosok vannak, ezért a legfontosabb egy edzőnek, hogy megnyerje őket. Hogy látjátok, Dejan Stankovicsnak ez sikerült? A testbeszéd nekem erről árulkodik, én egyébként egy mérkőzésen találkoztam vele, háromszor futottam vele össze, és még én bennem is így megállt egy kicsit az élet, hogy hát ezért ez egy komoly kisugárzású pali, és hát gondolom a nagy egójú játékosoknak is az, hogy egy ilyen ember után kell menni, az segít? Különböző edzői stílusok vannak, van ez a típus, aki szeret távolságot tartani, meg azért, hogy könnyebben hozza meg azokat a döntéseket, ami a csapat érdekében szólnak, nem feltétlenül a játékosok érdekében. Stankovic azt választja, hogy mindenkivel próbál egy komoly érzelmi kapcsolatot kialakítani. Ez a játékosok szempontjából lehet egy óriási boost, ami miatt beállnak mögé, és egyébként Stankovicnak kellett is egyébként, hogy megnyerje a saját csapatát, hogy oké, itt volt Máté Csaba, de higgyétek el, hogy én is olyan jó leszek, sőt, jobb leszek, mint ő. Lisztes Krisztián például, ahogy a kiállítás után kezelte, hogy oda ment, nyugodj rögtön meg. Megvolt ez nekem is ez a pillanat, igen, ez nyugi. De hogy és mondjuk pont Lisztes Krisztiának lehet, hogy nagyon jó, nagyon-nagyon kell egyébként Stankovicsnak. Mert az, ő egy fenegyerek volt. Igen, azon. Hát szerintem még mindig az, és nagyon-nagyon kell az odafigyelés, és az olyan edző, aki hol simogatja, hol csapkodja esetleg őt. Stankovics téged is meggyőzött? Mert azért Máté Csaba miatt az edző, magyar edzőtársadalom, meg azért sokan kételkedve fogadták, hogy miért kellett a csere. Ugyanakkor mondjuk például pont Fiorentinába Dejan Stankovicsa megérkezni, azt gondolom a játékosoknak is arra lehetett, hogy hoppá, mert ott akkor minden róla szólt, valljuk őszintén, a Ferencvárosról szinte egy kérdés nem jött, hanem minden Stankovicsról szólt. Ez kicsit nehéz megfejteni, mert mindig a mi lett volna, ha, sosem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha Máté Csaba marad a Fradi vezetőedzője, de az biztos, hogy nem volt ez egy egyszerű feladat. A Vidinél alakul a helynek, jó, ahogy látom. Talán. Tehát, hogy nem volt egyszerű, és már erről is beszéltünk, ilyen székbe és ilyen eredménysor után beülni Dejan Stankovicsnak és az egész edzői stábnak. Ehhez képest mondom, hogy szerintem abszolút pozitív a kezdés, és az a lüktetés és intenzitás, ami meg átjön a kispadról, az mindenképp egy olyan dolog, amivel meg lehet nyerni a Fradi tábort. Ami, vagy aki engem megnyert, és szerintem titeket is, az nem más, mint Abu Fáni. Hát egészen jó nézni az ő játékát. Ugye először idén nyáron állt légiósnak, ekkor szerződtette a Ferencváros az izraeli játékost, akiért azért mások is sorban álltak. Én emlékszem arra, amikor csereként beállva a Fehérvár ellen gyakorlatilag három gólpassza volt, egyébként az MTK ellen meg gólt is szerzett, de nem is ez a lényeg, hanem az a technikás, intelligens játék, amit tőle látunk, ez mekkora előny most a Ferencvárosnak, hogy egy ilyen játékos tudhat, szerintem ideiglenesen a sorai között. Igazából Abu Faninak a támadó szkijei, tehát a kulcspasszai, hosszú labdái, indításai, pontrugásai, ezek mind-mind szenzációsak.
itt ez egy baj van vele idézőjelben, hogy kell mellé egy labdaszerző játékos. Mondjuk az megvan. Oké, hogy a Ferencvárosnál megvan, csak hogyha a védekezési mutatóit nézzük, a támadó mutatói szenzációsak. A védekezési mutatói, a konferenciáliga meccseit tekintve, sikeres védekezési mutató, ami lehet tisztázás, szerelés, visszaszerzett labda, megelőző szerelés, egy darab van a két meccsen, és a másik problémám vele, hogy egy 70 perces játékos sajnos egyelőre a Ferencvárosnál. Hát tök, amit előre felé csinál, egészen parád és szenzáció, és nagyon fontos a Fradi építkezésében. De ezért jó, amit a Dávid mond, de jó lenne, a képet. De jó lenne ezt látni, igen. Egybe kell nézni, ugye őt ugyanakkor azért van mögött az, hogy azért játszott 6 BL meccsen, ugye még az előző csapat színeiben. Saját elmondása szerint egyébként a belső középpályás poszt közül gyakorlatilag a 8-as, 6-os többet is tud játszani, tehát egy jól használható játékos, de te is látod azért a hiányosságokat? Szerintem azért fontos, amit Dávid mond, hogy labdával mennyire jó, és labda nélkül mennyire nem extra, mert teljesen más ritmusban kell játszani a magyar bajnokságban, más típusú ellenfelek jönnek szembe, mint egy nemzetközi csoportkör során. És ez most a Henk ellen is szerintem egy komoly tényező lesz, hogy itt azért jönnek majd olyan támadások és olyan gyorsan felépített akciók, amik ellen nem biztos, hogy Sigér egymagában elég lesz labdaszerzési képességével, és azt, hogy Abufáni védekezésbeli hiányosságait tudja kompenzálni, az az NB1-ben rendben van, de hogy nemzetközi vizeken ez mennyire lesz elég, az kérdéses. Az biztos, hogy a pontrugások emiatt duplán felértékelődnek, mert tényleg Abufáni csukott szemmel oda rúgja a labdát, ahova csak szeret. Na beszéljünk is a Henkről akkor egy pár szót, mire számíthatunk, mire kell figyelni. Itt azért úgy konkrétan egy játékos nehéz kiemelni, mert ez inkább egy csapatnak tűnik ez a Henk, több olyan gólszerzőjük is van. Tehát nem egy ember szerzi a gólokat, hanem ugye többen is feliratkoznak a gólszerzők közé, de azért van, akit ki tudunk emelni? Többen is vannak, akit érdemes kiemelni igazából a Henk kapcsán itt, ami nagyon hasonlóképpen építkeznek, mint ahogy a Fiorentina 4-2-3-1-ben játszanak, és itt is azt látni, hogy igazából a csatár mögötti hármas az, ami nagyon erős. Egyébként Bilal Elkanus, ezt a nevet szerintem nyugodtan felhagyja mindenki, ő egy topligás játékos lesz biztosan nagyon hosszú évekig, hogy ott milyen magas szinten, ez nagyon nagy kérdés, de ő játszik tulajdonképpen a csatár mögötti pozícióba. Nagyon sok kulcspasztoszki, kapura is veszélyes, iszonyatosan fontos az ő szerepe. Csak ugye még a Fiorentinában a jobb oldalon van Nico González, a Henk Nico González-e az pénzszil, még hogyha egészen más játékstílusa van, csak hogy ott a bal oldal sokkal erősebb a támadásokat tekintve, tehát inkább Makrekisnek lesznek izzadósabb pillanatai a találkozón. Itt lehet azt mondani, hogy a csatároknál probléma van, és igazából átalakulóban is van a Henknek a csatár kérdése. Itt ugye Onuachut adták el még az elmúlt szezonnak a telén, aki egyébként ilyen plusz 20 gólos játékos volt folyamatosan a belga bajnokságban, volt olyan is, amikor 29 gólt termelt, és ugye a szezon felénél eladták a Sotonnak, akkor 18 millió euróért, szóval abszolút jó bizniszt csináltak, akkor érkezett Arkodár az ő helyére. Hát az elmúlt szezonnak a második felében nem is feltétlenül tudott beilleszkedni, úgyhogy nyilvánvalóan csatárt vettek ezen a nyáron is itt a Henknél, és akkor érkezett Andy Zecsiri. Itt a kettőjüknek a párharcát látjuk igazából a csatár pozícióért küzdeni. Arkodár egy ilyen nagyon magas felépítésű, tényleg iszonyatosan jól érkező játékos, hát akit nem szívesen fognék. Tehát én nem lennék az a védő, mert hogy baromi jól érkezik, jól fejel, jó beadásokra, megtalálja a labdát, jól is mozog el. Igazából az a szerencse, hogy vele kapcsolatban, hogy azért a lábbal egy kicsit ügyetlen, meg főleg ezek a labdakezelési problémák azért nála láthatóak, de hogy a 90 perces lövés mutatója az olyan szinten magas, hogy 6,67-es, persze kicsi a minta, de 6,67 lövés 90 percenként. Hogy ez mennyire nagy szám, ezt jól mutatja, hogy a topligában senki nincs még csak a közelébe se, egy valaki van majdnem olyan közel, mint ő Viktor Boniface, aki egészen parádés szezont fut a Leverkusenbe. Tehát, hogy hozzá képest senki nem kerül ennyit helyzetbe. Ez, és ezek jó minőségű helyzetek is, az a szerencse, hogy ezeket hát rosszul fejezi be igazából. Hát reméljük a Fradi ellen is. Egyébként igen. Azért is mondtam ezt a gólfelelős hiányát, mert például a konferencialigában is 4 különböző labdarúgó szerzett ugye 4 gólt, viszont hát pénzéről azért érdemes egy pár szót beszélni. Egyrésztről volt a Ferencvárosban egy évet, és mindenképpen keressetek rá, YouTube-on írjátok be az ő nevét, illetve azt, hogy videóton. És hát Fiola Attila ne legyen ott a társ-
társaságotokban, amikor ezt a gólt megnézitek, amit ellene a Vidi ellen szerzett. De szemét vagy. Minden szemétség nélkül. Hát nagyon beüntette a Fityót a hintába. Minden esetre 10 gólt rugott, amikor itt volt a Fradiban, 7 gólpasszt adott, majd ugye elvitte a Henk Belgiumba, és gyakorlatilag amiről emlékezetes maradt, hogy nem a szurkolóknak a, hát a kedvenc játékosa, hiszen ők úgy érezték, hogy cserbe hagyta őket. Ugye nem tudott élni a Ferencvárosra az opciós jogával. De erről szerintem legkevésbé a játékos tehetett. Az biztos, hogy itt elmondhatjuk. Mert kölcsönszerződése volt. Igen. Jól mondta Dávid, hogy nincs igazi befejezője most a Henknek. Zecsiri, aki nem tudom, hogy most A vagy B opciónak nevezhetjük, csak van két topligából rutinja, tehát Bundesligában is játszott, Premier League-ben is játszott, és a támadó alakzat azért főleg a szélen Pénzi vezetésével nagyon, nagyon veszélyes tud lenni. És ebben egyébként jó a Henk. Miből rúgják a gólokat? Mélységi futások, sokáig levitt labdák, onnan visszacenterezés, és ha van terület előttük, akkor nagyon veszélyesek. Pénzéről csak egy gondolat, hogy a tavaly 17 bajnoki gólja és 14 bajnoki gólpassza volt. Tehát szerintem az lett volna az ideális pillanat, amikor ő szintet lép. Egy 25 éves játékosról beszélünk, de amennyire én tudom, a Henk brutális összeget kért, tehát 20 millió euró alatti vételár ajánlatokat így söpörte le az asztalról. Valószínűleg ezért is ragadhatott be egy kicsit, de az biztos, hogyha kontextusban nézzük ezt az egész csoportot és az erőviszonyokat, akkor az, hogy a Fraditól még a saját vezetőség és hát könnyed vagy biztos, de továbbjutást vár, az azért egy magas léc, amit nem könnyű átvinni olyan ellenfelekkel, mint a Henk, illetve a Fiorentina. Elkanus neve az tényleg nagyon fontos, egy 2004-es születésű játékosról beszélünk, akinek tavaly már a belga egyben volt 2000 plusz játékperce, tehát ő biztos, hogy topligás, illetve én múlt héten láttam a kapusukat, Van de Voortot itt az U21-es magyar-belga mérkőzésre, egy nagyon magabiztos kapus, mi sem jelzi jobban, hogy topligás anyag, hogy már 2022-ben megvette a Leipzig 10 millió euróért, tehát a következő szezon már a Bundesligában kezdi meg. Nagyon nem lesz egyszerű feladat ez a Fradi számára. Még egy játékos hadd emeljek ki Brian Heinen személyében, ő az Abufani plusz, mert hogy ugyanazokat vagy jobb számokat mutat a bajnokságban, mint amit Abufani, csak végigjátsza a mérkőzéseket, és a védőszkijei is, azokat a szám, tehát ő olyan labdaszerzéseket csinál, amiket sajnos Abufani szempontjából hiányolunk, rá is nagyon érdemes odafigyelni, neki sem a Henk a végállomás. Megyünk tovább, viszont Lesipszó után természetesen a Henk Ferencváros találkozott követően is csütörtök este, most viszont áttérünk a Bajnokok Ligájára, és mutatjuk is, hogy milyen összecsapások várnak rátok. Ott egyébként kedden a Sevilla Arzenál találkozó után Lesipszó után, és hát azt a mérkőzést fogjuk mi is bővebben kielemezni. Egyébként a D csoportban ezen kívül is lesz jó mérkőzés, mert azért érdemes egy-két mondatot beszélni arról, hogy eddig nulla pontos a Benfica, a csoportot vezető Real Sociedadot fogadja, míg az eddig nagyon ingadozó teljesítmény nyújtó Inter pedig ugye azt a Salzburgot látja vendégül, aminek szintén lehet esélye a továbbjutásra. És itt pont a szerkesztőnk egy nagyon jó kérdést mondott, hogy feszegessünk, hogy ez a forduló esetleg felboríthatja a csoport eddigi alakulását? A Benfica eredménysor az megtévesztő lehet, hiszen az első mérkőzésen Antonio Silvát kiállították a 13. percben, de ettől függetlenül mégis is nagyon sok helyzetet tudott a Benfica kialakítani. Az Inter elleni meccsen tulajdonképpen az Inter szétkontrázta a Benficát. Az látszik, hogy a Benfica szeretné labdát birtokolni, szeretne a labdával játszani, és hát kontrák ellen azért védtelen tud lenni. Azt hozzá kell tennem, hogy azon a meccsen Lautaro Martíneznek a második félidőben 10 kapura lövése volt. 10. Ez olyan szám, amit lehetetlen produkálni, megtörtént, mire kihagyta. Szóval akkor ilyen VB-s hangulatban volt, ami most nem jellemző amúgy rá. Nem. Szóval ez volt a kakuktájás, de hogy a Benficát szerintem nem szabad leírni a nulla pontjával, ettől függetlenül szerintem a Sociedad és az Inter a csoport favoritja továbbra is. Szerintem is inkább kisimítani fogja itt a következő egy-két forduló ezt a csoportot. A Salzburg gyakorlatilag azt hinnénk, hogy sétagalop számára az osztrák bajnokság, na most ehhez képest 4 pont hátránnyal második, az utolsó 5 bajnokiából egy győzelmük van.
Volt azért megint kiárusítás, mint hogy az Salzburgban minden évben van, ugye Köln, Sesko, Okafor eligazolt, és hát azért 30 millió eurót költöttek, tehát megpróbálták az erősítéseket, de ez jelen pillanatban még annyira nem látszik. A Sturm Graz, amelyik csapat egyébként vezeti az osztrák bajnokságot, hatod ennyit tud igazolásokra költeni, és már részükről lesz talán egy picit felül teljesítés is. Tehát én azt gondolom, hogy a Salzburg helyezése és pontszáma tűnik nekem inkább most felül teljesítésnek. Meglepnék lepve, ha hat forduló után nem az Inter és a Sociedad jutna tovább. Egyébként a szerdai játéknapon pedig a PSG Milán találkozót követően lesz kibeszélő műsorunk. Most viszont akkor innentől kezdve egy kicsit a Sevilla Arsenal fókuszban. Hát ugye az Arsenal legutóbb kikapott a Lens ellen 2-1-re, ezért nagyon érdekesen alakul a csoport állása. Szerintem ez sokakat akár meglephet, hiszen a Lens vezeti egyelőre ezt a csoportot, az Arsenal a második, és ugye a Sevilla a harmadik helyen. Igen, itt a tabellára ránézve azért kevésbé számítottunk erre az eredménysorra, főleg úgy, hogy a Lens ugye elvesztette a legjobb góllövőjét, az Arsenal pedig egészen parádésan játszik a Premier League-ben. És vezetett is a Lens ellen az ezen a találkozón, csak hát 2-1 lett a vége. Így van, ott ugye elveszítette Sakát ezen a találkozón. És itt Saka kapcsán szerintem majd érdemes kitérni, hogy mennyire fontos játékos az Arsenalnak, hiszen a legtöbb helyzetet ő alakítja ki, akár saját maga, akár előkészítésként. Itt a Chelsea elleni mérkőzésen is ő volt tulajdonképpen a kulcsfigura, akinek hát azért is kulcsfigura volt, mert hogyha amikor sikerült leszedni a pályára, hogy gyakorlatilag az Arsenal támadó játéka kvázi impotensé vált, és egyszer, amikor sikerült ebből abból rögtön az egyenlítő találat lett. Szóval nyilván itt Saka kapcsán a legfontosabb játékos. Hát csak, hogy itt az a kérdés, hogy az Arsenalnak ugye mennyi éles mérkőzésre lesz még itt a Bajnokok Ligában, ez nagyon-nagyon nem mindegy, főleg úgy, hogy azért ők még azért bőven számolnak a Premier League esélyekkel is. Szóval akkor lesz itt negatív hatás ennek a rajtnak? Nyilván nem néz ki ez most jól, és a Lens azért most a Ligönben kis túlzásra, de kieső jelölt. És ugye ezt a két gólt úgy kapták, hogy volt egy félpályás labdavesztés, illetve Zinchenkónak volt egy kimozgatása, és abból tudott a Lens egy egyébként szép. Akkor ők a Berlin ellentétes csapata. A Berlin ugye a BL-re sem tud fókuszálni, és a bajnokságban is lent van, viszont ugye ők ezek szerint akkor a BL-ben egyelőre szárnyalnak. Hát, túl teljesítenek. Igen, az a jó szó. A szárnyalás talán még egy picit kicsi a minta, de tényleg az a kérdés, hogy ilyen brutális terhelés mellett, amit egyébként a Premier League ráró a csapatokra és ezáltal a keretre a játékosokra, az ilyen csapatoknak, mint az Arsenal, nem is iszonyatosan brutális csoportokban, hát érdemes legalábbis 4, vagy legfeljebb 5 meccs után elérni azt a pozíciót, meg pontszámot, amivel megvan a biztos továbbjutás, mert ott minden meccs, ahol tudnak egy kicsit rotálni, pihentetni, az jól esik. Bukayo Sakát túljátszatása, ha van ilyen kapcsán, azt mondta Arteta, hogy fiatal sztárjátékosnak, ha lehetősége van Bajnokok Ligája meccsen játszania, akkor semmiképp nem akar azon a padon ülni, mármint a kis padon, még ha utána ki is kell hagynia egy top bajnokit. Számotokra ez elfogadható indok? Jó, ez nekem azért furcsa, mert nem egy 17-18 éves játékosról beszélünk, akit deklaráltan el akarnak adni a szezon végén, és azért boostolni kell az ő értékét, meg az ő messz számait. Tehát Sakának van 30 felnőtt válogatottsága, hát egy EB döntő is becsúszott, egy VB negyed döntő, tehát mindjárt 150 Premier League meccse van. Igaz, hogy nem volt még Bajnokok Ligája szereplése, de ez inkább a csapata előző évi szereplése. Na de lehet, hogy itt a kulcs van, nem? Hogy a BL szereplés azért az egy olyan dolog. De nem. Mit ad ez Sakának? Ez az egy BL meccs. Izom sérüléseket. És mit veszít ezzel az Arsenal? Ugye 87 lejátszott mérkőzés után hagyott ki találkozót. 87. Ez több szezon, hogy minden mérkőzésen pályára lépsz. Ez nem tesz jót a játékosoknak. Igen. Beszéltünk erről nagyon sokat, és szerencsére egyre több hang van játékosok és edzők ez hangjából a kiégés, is. Ugye? De faktor is. Nem szabad ennyire túlterhelni a játékosokat, és ez mondhatnák a szurkolók, de megfizetik. Hát oké, de hogy te veszítesz vele, mint szurkoló, mint néző, te veszítesz vele a legtöbbet, a játékos pihen egy-két hetet, vagy egy-két hónapot. Hát ugye Szalibáról is érdemes egy pár szót beszélni, akit a Manchester City elleni rangadó után nyilván az egekbe magasztaltak. Ugyanakkor most mondjuk az utóbbi bajnoki kapcsán nyilván ő benne is benne volt egy hiba.
Hát Szalibának a megnyilvánulásaira azért beszéljünk már, kezd egy kicsit ilyen Zlatán Ibrahimovicsá válni. Ugye először azt mondta, hogy ha ő végezte a szezont, akkor az Arzenál biztosan bajnok lett volna az elmúlt szezonban. Ebben még azt mondom, hogy még ez akár így is alakulhatott volna, de most, hogy azt mondta, hogy annyira lukkozott a City elleni mérkőzés, hogy néha odaadta Hollandnak a labdát, hogy aztán visszavegye tőle. Tehát, hogy ezek tényleg már ilyen Ibrahimovics-féle magaslatok. Nagyon jó játékos egyébként Saliba. Tehát az Arzenál védelmének legfontosabb eleme nyilvánvalóan. De azért ezek a megnyilvánulások engem, hát azért... Hát főleg, ha az En-Nesyri mondjuk majd másképp jár el vele szemben, benne van? Hát... Azért, ha Hollandot összevetjük En-Nesyrivel, az... Ha még csak diplomatikusan akarok fogalmazni, akkor almakörte. Igen. Más típusú, és azért más színvonalat tudnak hozni. Jó, csak tudjátok, mire gondolok, hogyha egy ilyen mondat van, általában utána az élet lehet, hogy rendezi a sorokat. Lehet, hogy visszacsap. Mint ahogy ugye volt is benne azért hiba, most az a kezezés, jó, megítélés kérdése, igazából lényegtelen. Pete nem adta volna meg. Azt sejtjük. De én is azt látom, hogy a kölcsönszezonok nagyon jót tettek neki, hogy ilyen önbizalommal nyilatkozik. Hány százalékát gondolja komolyan, ugye azért, ha itt a zlatánosodás bejön, akkor az még mindig... Még nem beszél magáról egyes szem harmadik személybe, szóval még van sehol rá, hát ha. Sehol nem. Na, beszéljünk egy kicsit a Sevillaról is, új edző, és hát láthattuk a legutóbbi bajnoki, azért egy igazán komoly feladatnak tűnt, és egész jól jött ki belőle egyébként szerintem a Sevilla, legalábbis ugye a meccs végi képeket nézve úgy tűnt, hogy ők voltak elégedettebbek ezzel az X-szel. Mindenesetre mikben ők a legveszélyesebbek szerintetek? Tehát mi az ő szkíjük? Nagyon kicsi, egy meccses mintánk van gyakorlatilag az új Sevillaról. Azért vannak látható változtatások egyébként Mendy Libárhoz képest. Továbbra is nagyon intenzív a pressing, csak mintha sokkal jobban szervezett lenne az egész, és ez labdaszerzésekben is ugye megnyilvánul. Hogy ez a Real Madridnak szól, akik alapvetően ezzel amúgy is küszködnek, tehát kisebb csapatok ellen is, hogyha valaki lepresszingeli őket, vagy ez az a játéstílusuk, ezért mondom, hogy kérdés a 90 perc. Amíg látványos volt, hogy sokkal többet igyekeznek járatni a labdát, miután megszerezték a mérkőzésen, és nekem ami nagyon látványos volt, hogy Rakitic mennyire előre volt tolva. Tulajdonképpen folyamatosan jó volt az, aki En-Nesyri mellé fellépett a labda nélküli fázisban pressingelni, és nagyon sokszor érkezett meg a kapu elé. 4 lövése volt ezen a találkozón, azért az mindenképpen sok egy támadó középpályástól nézve, főleg úgy, hogy ő azért inkább a dupla szűrűben focizott eddig. A védelemről egy pár szó, mennyire lefixek szerintetek a védelemben játszó játékosok, ugye Navas, Gudej, Ramos, Acuña. Én úgy látom, hogy fixek, tehát ott volt a legkevésbé a változtatás észrevehető, inkább a középpályán, ugye, ahol Sumaré és Szó engedte egyébként Rakitisnek ezt a szabadabb szerepkört, hogy 16-oson belülről is több lövést tudjon megereszteni. Ha az Arsenal elleni meccset vizsgáljuk, akkor szerintem az a legnagyobb kérdés, hogy mennyire van meg az Arsenal támadóiban az az izomerő, ami egy ilyen védő négyeshez kell. Tehát szerintem egy Sergio Ramos Gudej páros ellen érdemes lesz kerülni a kontaktot, mert abban biztosan erősebbek, tehát nem szabad leállni, verekedni velük. Más kérdés, hogy egyébként bőven kimozgathatók, tehát Gudejen hány mérkőzést mentem, hány kapott gól volt róla az elmúlt szezonban. Én továbbra is állítom, hogy nem belső védő, de félig kényszer megoldásként persze továbbra is őket szerepeltetik ott, bárki is az edző. Vagy Diego Alonso, ha már bárki is az edző, hát ő eddig ugye Dél-Amerikában mutatta meg magát. Hát igen, nézzük meg, hogy mi lesz neked, nem mondom, nagyon pici a mintánk vele kapcsolatban. Itt tényleg itt a személyi kérdések azért még nagyon nyitottak. Én nem vagyok benne biztos, hogy Gudej fog kezdeni ezen a találkozón, főleg azért, mert hogy le kell cserélni a Real Madrid elleni meccsen. Szerintem Badi alapvetően egy jobb játékos, jobb védő. Meg ő belső védő, így van. Itt a bal hátvéd pozíció számomra kérdéses, hogy ugye Acuña és Pedroza, aki szóba jöhet, mert hogy ő fog valószínűleg Szakával találkozni. Ugye Acuñának elsősorban a támadásba való belépések, a távoli lövések, ezek nagyon hasznosak, de hogyha Szakával szemben kell védekezni, akkor mélyen kell valószínűleg helyezkedni. Akkor kiveszik tulajdonképpen a játékának a legnagyobb erénye, akkor viszont lehet, hogy Pedroza egy jobb opció lenne. Nem tudom, hogy fog dönteni Diego Alonso, de hogy itt ezen a pozíción elveszítheti a meccset a Sevilla bőségesen, még akkor is, hogy a belső védő pozícióknál rendben vannak. Itt az Arsenal pressingét hogyan fogja kijátszani a Sevilla, ez még egy fontos kérdés, mert hogy Sergio Ramos szemében van egy olyan játékos, aki tudja osztogatni is a labdát, meg felcipelni is tudja a labdát a középpályán,
pályára, és a középpályán meg már vannak bőven olyan játékosok, akik ki tudják forgatni tulajdonképpen a pressingben érkező játékosokat. Milyen gyakran találkozik ilyen szintű pressinggel a Sevilla? Annyira sokat nem. Szóval, hogy ezek mind-mind óriási kérdéseket vetnek fel a meccs kapcsán. Még egy picit kanyarodjunk vissza, aztán megyünk tovább az Arsenalhoz. Ugye Aaron Ramsdale-nek innen is gratulálunk, hiszen fiúgyermeke született, ezért maradt távol ugye ettől a bizonyos mérkőzéstől. Gondolom, nem tudom ott mi a divat, ugye itt ilyen 5 apasági szabad nap van. Lehet, hogy már ő lesz a kezdő? Nem ezen fog múlni. Szerintem nem ezen fog múlni. Ugye David Raya-nak volt egy hibája, amiből a Chelsea nem 2. Jó, akkor volt amikor a saját hibáját javította. Igen. Igazából azt tudom rá mondani, hogy Raya-nak a játékában ez benne van. Ramsdale-ben nem lett volna benne ugyanez, de hogy nem. Itt ugye megy a Arteta szempontjában, megy ez a szerintem duma, hogy hát itt versenyben vannak a kapusok, és hogy itt nem dőlt el, hogy melyik kapus kezd, ez inkább az öltözőbe szól. Én azt gondolom, és szerintem David Raya egyértelmű az első számú kapusa egyébként az Arsenalnak. Itt akkor fog majd a BL-be védeni Ramsdale, hogyha tovább jutott az Arsenal. Te is Raya gondolsz? Jézusom, muszáj ezeket nem minden héten. Nem megbeszéltük a neveket az elején. Pusztító, igen, én is biztos vagyok benne egyébként, hogy Raya fog kezdeni, független attól, hogy volt hibája most a hétvégi rangadón. Nem azért fog Ramsdale a padon ülni, mert gyermeke született. Hát, meg főleg az elején még a gyerekek a nyugisak, csendesek, az később leteszed és ott marad. Igen, ami nehézséget okozhat a fennmaradásban, az ébremaradásban. Galatasaray Bayern München, ugye az A csoportban ezt az összecsapást rendezik, és szerintem a München itt nem mehet biztosra ezen a mérkőzésen. Tartotok attól esetleg, hogy ez kemény falat lesz neki? Szerintem trükkös kis meccs lesz. Ugye egyrészt ismerjük a törökországi hangulatot. Bár nem a Galata stadionjában volt, hanem ugye a Besiktás pályáján, de ugye Timo Werner volt, hogy cserét kért, mert olyan fügykoncert volt, és ugye a Galata szurkolók most gyakorlatilag idegenben is, hát voltak olyan híradások, hogy leszurkolták a United szimpatizásait az Old Traffordon. Most nyilván egy Bayern szintű csapatot, ez önmagában nem kell, hogy agyon nyomjon, de azért itt a Galatasaraynál olyan változtatások voltak nyáron, ami szerintem továbbjutást is eredményezhet bőven. Kicsit kétélű fegyver, mert behoztak azért olyan arcokat, akik vagy egósabbak, vagy sérülékenyebbek. És van ahol az illetve a jó kötőszó. Tehát mondjuk Icardival, Ziyech-sel, Zával, Demirbájjal ezt a kategóriát sokszorosan ki tudták pipálni. De van, itt is láthatjuk azért olyan szerzemény is, akik már topligákban jó teljesítményt hoztak. Szerintem Davinson Sanchez kifejezetten pozitív hatást generált a Galatában, de azért ne felejtsük el, hogy Angelinho mögött is vannak olyan szezonok és olyan mérkőzések, hogy ez a török bajnokság és a Galatasaray szintjén ez egy óriási előrelépés, hogy ezek a játékosok ott játszanak. Icardi meg bomba formában van. Tényleg ugye a hétvégén a Besiktas ellen. Gól. Egyébként kihagyott vagy 2 zicser, de csak duplázott egy komoly rangadón. BL-ben is ugye 2 találkozón 1 talált, ő a legnagyobb név egyébként, Dávid Agaleta nyári igazolásai közül? Hát ő ugye tavaly már ott játszott kölcsönben, de nyilvánvalóan a legnagyobb név az ő. Icardi egy baromi jó befejező egyébként, csak hát őt ki kell szolgálni. Az az igazság. Tehát ő nem az a játékos, nem az a csatár, aki megcsinálja magának a helyzeteket, hanem tényleg egyrészt egy hangulatjátékos, ha van kedve játszani, akkor iszonyatosan jó tud lenni, ha meg nincs, akkor rettenetes nézni, és erről szerintem a Paris Saint-Germain és az Inter szurkolók is bőven tudnak beszélni, hogy ez mennyire nem működik. Az új igazolások szempontjából nyilván Icardi egy fontos elem, de Davinson Sanchez a védelem közepén iszonyatosan fontos. Itt a főleg a baloldal sikerült megújítani azzal, hogy Angelinho megérkezett, és Zaha játszik, és nekem is ő kérdéses volt, hogy nem sikerült a Palace-ból a top csapathoz való igazolás, hogy milyen hangulatban lesz, mennyire akar majd játszani, de ez jól néz ki itt a baloldali támadó játék, mindkét játékos esetében, és itt Tete nevét még azért ki kéne emelni, ő is egy nagyon fontos játékos, ő a másik oldalon, szóval itt azért bőven van ebben a csapatban minőség, és egyébként még mélység is van, mert eddig is voltak jó játékosok. Itt mindig az a kérdés, hogy oké, de mennyire tudsz rendszert csinálni ezek közül a játékosok köré, és egyre úgy néz ki, hogy alakul ez a rendszer. És a tizit rábíznád Icardira? Icardira? Hát, hogy végignézzem, vagy hogy előjön? A Benny Hill zenéjével. A Benny Hill zenéjével. Szerintem Icardi el fogja lőni ezeket a 11-eseket, nyugodtan rá lehet bízni.
mit tehet a Bayern München, hogy ugye a Galatasaray elég inkább a kontrák elleni védekezésben mondott csődöt, tehát hogy igazából van értelme átengedni a labdát az ajaknak? Nem tudom elkezdeni. Nem látom ezt a forgatókönyvet, hogy ez megvalósul, hogy láttuk, hogy igazából ember előnyben is tud gólt kapni a Galata, és akkor kontrák ellen sebezhetőek. Nem látom azt, ahogy az a meccs terve a Bayernnek, hogy jó, rendben, akkor álljunk be, és szépen megkontrázgatjuk őket gyors játékosainkkal. Itt szerintem az a kérdés továbbra is, hogy a keretmélység mennyire van meg egy igazán BL győzelemre áhítozó csapatban a Bayern szempontjából. Ezzel kapcsolatban nem vagyok meggyőzve, pláne a középpályán folyamatosan ugye ez a hatos kérdés, ez már nyáron is felütötte a fejét, Tuchel is gyakorlatilag oda szúrta a vezetőségnek, hogy nem tudok abból főzni, amiből szeretnék, és láthatjuk is azt, hogy nincs egy olyan személy, aki kialakítaná ezeket a helyzeteket. Tehát összesítésben, a várható gólmutatókban, a Bundesligában az első helyezést éri el a Bayern München ebben a kategóriában is. Megjegyzem, hogy az első négy csapat az a négy csapat, amelyik a legmagasabb minőségű helyzeteket dolgozza ki a Bundesligában, tehát az álmos könyvek szerint sem rossz dolog nagy minőségű helyzeteket kidolgozni, mert az általában eredmények csak a BL-ben viszont a legmeggyőzőbb számokat mutatják, egyébként mindkét meccsen egy gólos különbséggel tudtak nyerni. Ez kettő meccs, ugye? Tehát ez írtó pici minta. Inkább az, hogy egyénekre lebontva nincs olyan játékszervező, aki egyedül hozná nagy helyzetbe a támadókat. Tehát ha az expected assists, tehát az XA mutató top 10-et megnézzük a Bundesligában, egy Bayern játékos van ott, és az Coman, a nyolcadik helyen. A második, aki nagy minőségű helyzetbe hozza a csapatársakat, az pedig a visszalépdeséseivel és a szélre mozgásával Harry Kane, aki a szélsőknek megteremti a területet, és ki tudja mozgatni a védőket. Szerintem itt lyukas most a Bayern egy kicsit. Rákötve Gerinek a gondolataira, ugye Joshua Kimmich az, aki nagyon sokszor visszalép ugye a játék építkezése fázisában, csak nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy Kimmichet egy ilyen rombuszba zárják körbe, ami miatt ugye nehéz őt megjátszani. Tehát ebből ő nyilván észreveszi ezt, nagyon sokszor kilép oldal irányba, és így igyekszik felvenni a labdát, csak annyira mélyen veszi fel a labdát, hogy a helyzetek kreálásában nem tud jelen lenni. Pedig az ő játéka nagyon hasznos lenne magasabban. Ezért lenne jó, hogyha lenne helyette egy másik hatos, aki megcsinálja ezeket a mozgásokat, és ő pedig sokkal magasabban tud helyezkedni. Ez emiatt van kiakadva egyébként Thomas Tuchel, és ugye Palinyára volt a nyár végén, az utolsó pillanatokban ajánlat, ő lehet, hogy jó megoldás lett volna. Ugye Geri azt mondta, hogy nem tudja, hogy az-e a Bayern egy ilyen BL címesélyes csapat, vagy keret. Én azt mondom, hogy még nem, de a télen azzá válhat, én azt gondolom. Nem akarok itt Vili Orbánozni, de hát tudjuk, hogy mit ér a védelemben egy labdabiztos játékos, meg a hiánya is mit jelenthet. Ugye Kim Min-jae-ről azért érdemes szerintem beszélni, hogy vele gondolom azért Tuchel is elégedett. És ő az a játékos, aki Kimmichet a szorult helyzetekből sokszor ki tudja hozni, vagy tudja tehermentesíteni őt. A progresszív passzok listáján a hatodik a Bundesligában, tehát középpályások számait is brutálisan túl teljesíti. Ő a kis hatos. Termetben? Tehát nagyon fontos a Bayern építkezésében, a belső védőknek nagyon fontos szerepe van. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy hosszú labdákkal indítanak tulajdonképpen támadásokat. Ezt egyébként Upamecano is megcsinál, ő sem rossz ebben, de Kim Min-jae valami egészen parádés ezeknek a hosszú labdának a kiosztásában. Meccsenként van 6-8 esetenként 10 pontos hosszú labdája, amivel támadásokat indít a Bayern München. Itt a hétvégén a Mainz elleni meccsen 102 passzal próbálkozott, és 102 pontos passza volt. Az milyen teljesítmény? 102-ből 102, persze sok volt a rövid passz, de ebben benne vannak bőven a hosszú indítások is, és emellett a védekező munka is egészen parádés. Az egyik legnagyobb védőfogás volt ezen a nyáron. Van, akit még kiemelnétek a Bayern Münchenből? Zani az, hogy 110 percenként szerez gólt, az mindenképp azt mutatja, hogy kezd visszatérni arra a szintre, amit egyébként jósoltak neki mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, és a már említett Harry Kane visszamozgásokkal és kimozgásokkal. Tulajdonképpen ennek a szituációnak ő a legnagyobb nyertese, mert ebből kerül a helyzetben. És akkor Szoboszlai szolgálja ki hamarosan?
Már a Liverpool. Én egyébként a Liverpool játékában nem érzem, hogy annyira parádésan működne, ott a szélsők alapvetően a szélességet tartják, és ugye volt olyan időszak, amikor ez volt a feladat a Zaninek, és akkor nem azt éreztük, hogy úristen, milyen jó. Most lehet azt tapasztalni, tulajdonképpen, hogy Harry Kane visszamozog, és kimozgatja a védőket, és amit nagyon jól csinál Zani, hogy mindig a holt térben helyezkedik a védőnek, és az első néhány méteren a megindulásai iszonyatosan gyorsak, és ami változott nála, hogy a kapu előtt sokszor rossz döntést hozott. Ez nem feltétlenül az, hogy rosszul fejezte be a helyzetet, hanem amikor passzolni kellett volna lőtt, amikor lőni kellett volna passzolt, és azt érzem, mintha ebben változott volna ebben a szezonban, és hogyha minden tök tudatosan történne vele kapcsolatban. Kispadról még érkezhet egy 18 éves játékos, fog. Matisztel. Szerintem fog. Biztos. Egyébként nagyon nehéz helyzetben van Thomas Tuchel és Matisztel is, hiszen Thomas Tuchel jelenleg egy csodálatos támadó triót fel tud tenni, ott van Harry Kane, csatár pozícióba beteszi bal oldalra Zenit, aki persze nem feltétlenül bal szélsőt játszik, meg ott van Coman, aki ez egy-ezében nagyon fontos. Meg van egy tehetséges Matisztel, aki beáll, jól játszik, alapvetően mindhárom posztra be lehet pakolni, de minek tenné be a kezdőbe, ugyanakkor már Matisztel szempontjából ugyanaz a probléma, hogy hát persze játszanék, én többet játszanék, 18 éves vagyok, ugye itt vannak a játékpercek, mindenkinek meg akarok nyerni, csak hát világklasszisok vannak előttem. Nagyon nehéz helyzetben van mindkét esetben, mind a kettőknek nehéz, és nyilvánvalóan egyértelműen az a szituáció, hogy a kispadon kell kezdeni Matisztelnek annak ellenére, hogy baromi jók a számai. Én szerintem ez a szituáció egészen addig nem eszkalálódik, amíg Matisztel ezt a szerepet elfogadja. Igen. És ahogy én látom rajta a megnyilatkozásait, a testbeszédét, neki ezzel olyan borzalmas nagy gondja nincs. Tehát egy 18 éves játékosról még beszélünk. Még nincs. A Bayern München kislisztese, elnézést a sorolatért. Ezeket a számokat, hogy a Bundesligában 52 percenként szerez gólt, a BL-ben meg 8 vagy 9, nyilván ezeket hosszú távon lehetetlen fenntartani, de az biztos, hogy mindig tud egy új impulzust hozni. Szerintem egyébként Tuchel azért van olyan szintű edző, hogy ezt el tudja fogadtatni ezzel a játékossal. Most persze kérdés, hogy meddig nem lesz elégedetlen, de azért egy szemmel látható összegért szerződtetett Harry Kane helyett nem hiszem, hogy Matisztel mondjuk 3 hónap múlva földhöz vágja ott a stoplisát, hát hogy én kezdeni akarok és elmegyek innen, hogyha nem kapom meg a szükséges játékperceket. Szerintem ez még az a helyzet, ami egészséges mederben tartható. Jön a halálcsoport, kedvencünk ugye az F csoport, és hát a Newcastle hazai pályán fogadja a Dortmundot, de nem erről a mérkőzésről fogunk beszélni, hanem természetesen a PSG Milán rangadóról. Hát én nem irigylem mostanság a Milánt, nézve a tegnapi mérkőzésüket sem úgy tűnik, hogy mintha olyan csúcsformában lennének, kicsit az ág is húzta ugye tegnap a Juve ellen őket. Ettől függetlenül szerintetek vízválasztó lehet ez a hét a Milán számára a BL-ben? Szóval a Milánnak a Bajnokok Ligája mérkőzéseit nézzük, akkor 6 pontjuknak kellene lenni. Két meccs, két döntetlen, és hogy mi volt a probléma? A játék? Nem. A helyzetkihasználás szerintem alapvetően ez okozta a problémát, és hogyha most a Paris Saint-Germain ellen nem nyernek, vagy inkább azt mondom, hogy a Paris Saint-Germain ellen veszítenek, akkor nem nagyon látom, hogy vissza tudnak jönni, mert akkor abból Európa Liga cím lesz. Ugyanakkor meg a játékok nem indokolja azt, hogy ebből a csoportból az eddigi két meccs alapján ne kéne tovább jutniuk. Ki a bűnbak? Rafael Leão? De mi a legjobb játékosra ráhúzni, hogy bűnbak? Hát csak, hogy a gólszegénység miatt. De a számai azt mutatják egyébként, hogy a tavalyi talán túl teljesítés, de még nem is biztos, hogy ezt kell mondani, szerephez képest. Sok mutatóban visszaesett. De és sok ez nem kritika biztos, is éri egyébként. De nem biztos, hogy az ő hibája. Tehát az, hogy az elmúlt szezonban többször indult be üres területbe, és több lövéssel próbálkozott, az biztos, hogy az ő hibája. Nem akar beindulni területbe, nem akar lőni. Ha most megnézzük a tavalyi széria szezonnal összehasonlítva a 90 percre vetített XG mutatóját, illetve hogy hány lövéssel próbálkozik, akkor én azt vettem észre, hogy tavaly másfélszer több lövést eresztett meg, és 2-szer olyan minőségű helyzetekbe hozták a társaik. Nem vagyok abban biztos, hogy ez Rafael Leaura ráhúzható. Az, hogy érkezett Pulisic, az nyilván levette egy picit a terhet róla, de mégis azt kell mondani, hogy kicsit vissza is vetette őt a fejlődésben.
Én azt kifejezetten sajnálom, hogy az első mérkőzést a Milán nem tudta behúzni, azt nagyjából 3 góllal kellett volna hazaküldeni a helyzetek alapján, meg a játékképe alapján a Newcastle-t, de igen, hát ha itt most vereség van, akkor a maradék 3 meccsen hát tovább jussanak, hát alsó hangon 7, de inkább 9 pont kéne, azt azért ebben a csoportban nem nagyon látom. Gerire rákötve egy kicsit, és Rafael Leóval beszélni, itt nem az ő játéka változott meg, minimálisan egyébként igen, de nem feltétlenül, hanem a Milánnak az ellenfelei változtak meg. Egyrészt nagyobb fókuszt kap Rafael Leó, hogyha tudjuk, hogy ő az, aki rendszeresen gólt szerez, és ő az, aki egy-egyben meg fog minket verni, akkor nagyon sokszor lekettőzik. Másrészt pedig a Milán ellen egyre inkább állnak vissza a csapatok, hiszen a Milán azzal küzd leginkább, amikor felállt védelmeket kell feltörniük. És ugye emiatt van az, hogy kevesebb szer tud helyzetbe kerülni alapvetően lövéseket generálni Rafael Leó, de Theo Hernández számít, hogyha mellé teszünk, akkor azt látjuk, hogy ő viszont egy kicsit több helyzetet tud kialakítani, mint az elmúlt szezonban, és Rafael Leó is nagyon sokszor nem befelé mozog, sokszor kifelé mozog, hogy Theo Hernández befelé tudjon törni, sokszor láthatjuk azt, akár most itt a hétvégi meccsen, hogy szélről csinál meg helyzeteket Zsirunak, igazából középre, szóval, hogy bőven sok dimenzió van Rafael Leó játékában. A keretmélysége mennyire aggasztó Pioli számára? Szerintem aggasztó. Tulajdonképpen ahol mi a keret, az egyedül a kapus poszt, mert akkor Zsiru be tud állni. Ott négyen is vannak. De tehát nehézkes neki a rotáció, és ezzel már most hétvégén is küzdöttek, ugye azzal, hogy Loftus-Cheek sérült. Ráadásul azért vannak kiesők a bajnokságban, és 9 forduló alatt már 3-szor kaptak piros lapot. És tulajdonképpen az, hogy a Róma elleni meccsen kiállították Tomorit, az utána egy héttel később az Inter elleni milánói derbin nagyon-nagyon ki tudott ütközni, és szerintem a középpályán nagy gondban van Pioli, ha ott megfelelő pótlást akar eszközölni. Én pont ezért féltem igazából a maradék meccsektől egy kicsit a Milánt. PSG-t féltjük, a Newcastle letámadásaival nem tudott ugye mit kezdeni, tehát félváról ők sem vehetik ezt a meccset. Ugye alapvetően a Paris Saint-Germainnek a sajnos a támadó játékát egyébként meghatározza Donnarumma személye, mégpedig azért, hogy jön egy intenzív letámadás, ami egyébként a Ligue 1-ben nagyon, nagyon elvétve történik meg, de hogyha találkozik egy ilyen nemzetközi porondon, akkor Donnarumma egy baromi jó kapus. A Milánba. De a Milánban is jó volt, de még a Paris Saint-Germain is jó, ha védeni kell. Na de úgy értettem, bocsánat, hogy mi van, hogyha megcsereled. Ha megcsereled, tehát ha mondjuk Mike Maignan védeni a Paris Saint-Germain kapuját, ez egy sokkal jobb Paris Saint-Germain lenne. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy a Milán is rosszabb lenne egyébként Donnarummával, hogyha ott maradt volna. Itt tényleg ezzel nem tudod mit kezdeni, viszont a Milán most az idei szezon mutatóit nézve inkább a középmezőnybe helyezkedik el a letámadás intenzitását tekintve, hogy ez annak köszönhető, hogy visszaállnak az ellenfelek, vagy annak köszönhető, hogy nem akar Pioli annyira letámadni, ez szerintem ezen a mérkőzésen bőven kiderül, mert azt láttuk, hogy érdemes letámadni nagyon, nagyon intenzíven a Paris Saint-Germain-t, és akkor abból nagyon komoly bajok lehetnek. Azért a PSG-nek volt már a gyors átmenetek levédekezésével gondja, akár a bajnokságban is. Nekem az a kérdés, hogy megvan-e az emberanyaga, vagy a tüdeje a Milán középpályának, vagy akár a támadó részlegnek nagyobb pressinghez, és én ebben nem vagyok biztos. Amit Dávid is említett, PPD a mutatók, tehát hogy mennyi védekező, vagy mennyi paszt engednek az ellenfeleknek egy védekező akció bemutatásaig, abban full középmezőny a Milán. Tehát hogy egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy akár hatékony, akár intenzív lenne a Milánnak a letámadása. A másik kérdés, hogy labdával, vagy labdás fázisban a Milánnál állandóan előjön az, hogy Calabria bejön középre. Na most, ha Mbappé kihúzódik többször baloldalra, és Calabria, még ha Calabriával, de Calabria hűlt helyével találkozik, akkor az egy elég egyoldalú küzdelemnek tűnik. Tehát nagyon nem lesz egyszerű ez a Milán szempontjából. De azt azért el kell mondani, hogy a PSG-nek a bajnoki meccsek majdnem felén van pontvesztése, a BL meccsek felén van pontvesztése, tehát hogy egyelőre hatékonyságban, a meccsek megnyerésében nem olyan jó ez a PSG, mint az előző évek csapatai. Azt lehetett látni, hogy volt egy pici változtatás ugye a védekezésben
a Strasbourg ellen. Ez pici változtatás volt Luis Enriquétől, hogy látjátok? Igazán azért nagy. Tehát jobb oldalon volt a változtatás, de hatása volt a bal oldalra is igazából, és nem akarom elvenni a kenyeredet. Szerintem az a legérdekesebb, hogy Carlos Soler, aki, hát nem nagyon emlékszem, hogy Spanyolországban bármikor is a jobb oldalról indulgatott volna, pláne egy jobb hátvéd pozíciójából. Ez egy nagyon jó trükk, vagy egy nagyon jó manőver volt Luis Enrique részéről, mert folyamatosan az történt, hogy labdás fázisban, mint az ágyugójót kilőtték Carlos Solert, és ő folyamatosan a boxon belülre, de inkább majdnem, hogy az ötös rövid oldalára érkezett be, és ebből lett egy gólja és egy gólpassza. Tehát ez a szerepkör a francia bajnokságban legalábbis nagyon ízlett Carlos Solernek. Más kérdés, hogy mennyire lesz ettől sebezhető labda nélküli fázisokban a PSG. Tehát ugye, hogyha Soler játszana, akkor Rafael Leóval kéne találkozni. Én gyanítom, hogy azt nem biztos, hogy megmeri kockáztatni egyébként Luis Enrique, de ami fontos, és fontos változtatás volt, hogy ugye amikor labdával játszott a Paris Saint-Germain, akkor tulajdonképpen egy ilyen 3-3-4-es formáció jött ki, és ugye Soler volt az, aki folyamatosan fellépett, ugye, ahogy Geri is említette, de ez a bal oldalon is komoly változtatás jelenthet, hiszen Barcola volt az, aki tulajdonképpen folyamatosan a baloldali szélességet tartotta, és Mbappé pedig sokkal többet mozgott be középre, ami nyilvánvalóan megtévesztette a védőket, és ugye Mbappé mondta, hogy nem feltétlenül szerető középen játszani, de ez, hogy így balról indul be középre, ha kell középen vagyok, ha kell szélen vagyok, és Barcola nagyon sokszor megcsinálta a visszamozgásokat Mbappé helyett, ez egy nagyon jó taktika arra, hogy Mbappé-t tulajdonképpen komfortzónába helyez, és kivedd a visszafelé futásokból, mert hogy előrefelé megcsinálta ott is a mozgásokat. Még ami nagyon jót tett tulajdonképpen ez a mozgás, az pedig ugye ezen a meccsen ugye Kangin játszott a jobb oldali szélső pozícióba, de ha oda Dembélét helyezett be, úgyhogy nem kell visszamozognod nagyon sokat, mert majd Soler vagy aki ott játszik, megoldja helyetted a visszamozgásokat, az az előre való lendületben nagyon sokat adhat egyébként a adott esetben Dembélének. De mondom, ott van a rizikó, hogyha Rafael Leóval szembeállított Carlos Solert, akkor abban csúnyán belebukhatsz a mérkőzésen. Ugyanakkor meg az, hogy három védő maradt hátul, azzal tulajdonképpen a labdavesztés után volt egy kicsi stabilitás, hogy ne tudjanak keresztül szaladni a Paris Saint-Germain. Hát tudjátok képzelni ismét a 0-0-át? Remélem, hogy ez egy jobb meccs lesz, mert Sipsa után is lesz utána. Szerintem nem egyértelmű, hogy melyik csapat fogja megnyerni ezt a találkozót. Elég ilyen X-es, csak azért kérdeztem. Meglátjuk, simán benne van. Én nem tudom elképzelni, és szerintem a PSG ezt be fogja húzni. Még talán azt mondom, hogy magabiztos játékkal is. Hát akkor a Milánnak szerte fosszanak a BL álmai idénre, ha igaza lesz Gerinek, de hát ismét jóslásra kerül sor, mert hogy jön a hét kérdése, és drága nézőink, ti is írjátok meg nekünk, hogy szerintetek tovább jut-e a Galatasaray a csoportkörből, Dávid? Azért nehéz ez a kérdés, mert hogy én láttam a Manchester United-et a hétvégén is már megint, és valami olyan borzasztó játékot produkáltak, és tulajdonképpen annyira ad-hoc módon helyezkedtek a játékosok, ami egyébként néha jól is tudott elsülni, néha meg egészen katasztrofálisan, és amilyen mentális szinten van jelenleg ez a csapat, azt gondolja az ember, hogy hát ezek nem, biztos, hogy nem jutnak tovább. Ugyanakkor meg nem tudom elképzelni, hogy Manchester nem menne tovább ebből a csoportból, úgyhogy azt mondom, hogy nem. Én szerintem a Manchester United ki fog esni. Az, hogy a Galata idegenben le tudta őket győzni, az egy óriási előrelépés, és ott többször elfelejtkezünk a Kopenhágáról, akik egyébként az elmúlt szezonban megkapták csoport ellenfélként a Dortmundot, a Manchester Cityt és a Sevillát. Tehát két nemzetközi kupagyőztes tudtak találkozni, és a hazai meccseken 3 pontot szereztek, 3 döntetlenre, és csak a Dortmund tudott neki gólt szerezni. Tehát szerintem még ők is tudnak pontokat rabolni, és ezt a Galata Bayern-t sem látom egyáltalán fix kettesnek, sőt. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Bayern mellett nagy valószínűséggel a Galata fog tovább menni. Hát, hogyha a Man United a Man City elleni mérkőzésre tartogatja erejét, akkor akár még a Kopenhágán ellen gond is lehet, de én is azt gondolom, hogy azért valahogy, nem tudom, hogy tényleg nem tudom megmagyarázni, és azt mondom, hogy tovább jutnak. És Szabi, Leci, te is írd meg, hogy te mit gondolsz erről a kérdésről. Te el tudod-e képzelni, és a drága nézők el tudják-e képzelni, hogy a Manchester United kipottyan a BL-ből. Ez volt a mai esélylesők Európa. Természetesen egész héten, ahogyan mondtuk, akkor lesz kedden, szerdán és csütörtökön is Sipsó után. Úgyhogy ha még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, kövessétek Gerit,
és hát Dávidot is az Instán, és hát természetesen... Téged is kövessenek, mindjárt bejelentkezel a Vaxba tulajdonképpen. Így van, meg lesz piros fölzöld, és úgyhogy lesz mit nézni a csatornán. Tartsatok velünk, és sziasztok! 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 Na jó, menjünk! Annyis itt a vényedet, nehogy itt felejtsed, tudod, mert panaszkodnak a nézőink is. Kiváltom.